láthatjuk majd, hogy milyen szép a kiutatása. A szórási szélessége körülbelül 8 és 9 méter közé lehető. Ereje és hangja is erőt fitoktató ennek a permetező drónnak, amelyet Nyíregyházán az erdei tornapálya egyik tisztásán reptettek a levegőbe szerda délután. A modern földről irányítható légijárműveket az ABZ Drón Kft. Mutatta be azoknak, akik érdeklődnek az alkalmazásuk iránt. A társaság és a Nyíregyházi Egyetem 2 évvel ezelőtt kezdett el közösen dolgozni. A felsőoktatású intézmény 56 éve képez klasszikus pilótákat, az együttműködés keretében pedig tavaly óta a drónpilóta képzés is elérhetővé vált. Ez a szakmai munka már évek óta elindult, és alapvetően ez egy közös képzésről szól. Az ABZ Drón, mint a képzés tulajdonosa, itt a nyíregyházi térségben, Nyíregyháza környékén, a Nyíregyháza Egyetemmel együttműködve végzi a drónpilóta képzést. Nyíregyháza Egyetem ehhez a szakértelmet, a helyszíneket biztosítja, és természetesen minden olyan szakmai hátteret, ami szükséges a képzéshez. Ezen túl természetesen igyekszünk új alapokat is teremteni az együttműködésre, a későbbiekben tervénk szerint kutatás együttműködésben is együtt kívánom majd működni a céggel. A drónpilótákat a műveleti kategóriák alapján kategorizálhatjuk, így létezik nyílt, speciális és engedélyköteles kategória. Ezek megszerzését biztosítja a Nyíregyházi Egyetemen a drónpilóta képzés. Nyílt kategóriába tehetők tulajdonképpen azok a drónpilóták, amelyek általában monitoring drónokat használnak, viszont nagyon fontos, hogy itt is egy megfelelő kritériumrendszert kell betartani minden távpilótának. Hogyha valaki már permetezni szeretne az eszközökkel, ugye itt már nagyobb eszközökről beszélünk, nagyobb hatótávolsággal, nagyon maximális felszálló tömeggel és akár permetszernek a kijuttatásával, ez már speciális kategóriába tartozik, és azok a képzések, amelyek most már így a Nyíregyházi Egyetemen is elérhetők a távpilótáknak. Ezek a képzések lehetőséget adnak minden jövendőbeli távpilóta részére, hogy majd növényvédelmi drónpilótává váljon, tehát tudjon ilyen permetező drónokat alkalmazni a jövőben. Nagyon fontos dolog, hogy egyszerre nem csak egy hasznos teher tehető rá, hanem lehet látni, hogy most jelenleg van rajta 4 darab. Egészen pontosan egy hagyományos RGB kamera, egy termálkamera, egy 130 decibel hangerősségű távbeszélő és egy rendőrségi fényjelző is helyet kapott ezen a drónon. Ezt a modellt így felszerelve főként kutatásmentési feladatokra használják, sokszor veti be például a rendőrség is. A drón bemutatón összesen 5 monitoring és beavatkozó drónt láthatott a közönség, ezeknek az értéke összeadva a 15 millió forintot is meghaladja. A monitoring drónnak nevezzük, amivel információt szerzünk. Mezőgazdaság tekintetében érdekesség, hogy már használtunk úgynevezett multispektrális kamerákat, amelyek képesek a nem látható színtartományt is rögzíteni. Tulajdonképpen egyfajta indikátor ez nekünk a vegetáció állapotára vonatkozóan. De természetesen bemutatunk majd olyan egyéb kamerával felszerelt eszközöket is, amely nem csak a mezőgazdaságban, hanem akár az iparban is használható. Ezen kívül be fogjuk mutatni a permetező drónt. Ez a DJI Agras T50-es típus névre hallgat. Elmondható, hogy ennek a termékgyártónak jelenleg az európai piacon a legnagyobb terméke, legnagyobb permetező drónja, amelynek a hektár teljesítménye óránként akár a 21 hektárt is elérheti. Éppen ezért is alkalmazza egyre több mezőgazdasági vállalat ezeket az eszközöket a szántóföldi növénykultúrában. Ehhez azonban bizonyos képesítésekkel rendelkezni kell. A monitoring drónok esetén elegendő lehet egy A1-A3 kompetencia tanúsítvány megléte, illetve bizonyos területek esetében eseti légteret kell igényelni. A permetező drónoknál egy kicsit összetettebb a helyzet, ugyanis azoknak, akik ilyen gépeket szeretnének alkalmazni a gazdaságukban, vagy szolgáltatni szeretnének, azoknak azonos kritériumoknak kell megfelelniük. 2 fontos képzést kell elvégezni, az egyik a pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány megszerzésére felkészítő tanfolyam, a másik pedig a NEBIH által akkreditált növényvédelmi drónpilóta szakképzés.